Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Megnézzük először, hogy mi történik pénteken. Az itt látható. Itt az arany golyó, meg itt is a golyók jelentik az érméket, ami utal az anyagiakra, vagy a munkára, hiszen ez összefügg egymással, de ez az aranygolyó jelenti az értékeket is, a belső értékeket. Itt látható, hogy kezébe veszi, illetve itt van a tálcán az aranygolyó, amit ő észrevesz, amire odafigyel. Az lehet, hogy tudatában van annak, hogy ő mit tud nyújtani a saját értékeivel, hiszen megvan a tehetsége, a tudása, és értékeli magát. Ez a kép azt is jelentheti, hogy valaki nyújtja át számára ezt az aranygolyót, és lesz egy anyagi segítség, vagy egy jó munkahelyi ajánlat, vagy megkapja az elismerést. Sőt, mivel itt két golyó van, itt lehet két lehetőség. Neki választania kell, ó, melyik irányba. Ez a golyó, vagy ez a golyó fontos számomra. Ez lehet munkahelyi ajánlat, vagy változások, két különböző irány. Itt ez a kehely jelenti az érzelmeit. Itt körülötte minden hideg-rideg, és ő úgy érzi, hogy az emberek körülötte olyan barátságtalanok vele szemben, így visszahúzódó. Keresi a saját forrását, odafigyel a saját érzelmeire, és nem foglalkozik azzal, hogy mi van körülötte. A szombati nap itt látható. Megint az aranygolyó, ami jelenti a föld elemét is, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Itt a víz eleme jelenti az ő érzelmeit. A kép mutatja az ő belső forrását. Ezek lehetnek az ő álmai vagy vágyai is, és itt már látható, hogy ő ezt meg akarja valósítani, hiszen a képen a föld eleme jelenti a manifestációt, a reális dolgokat. És ez a kép jelent egy új kezdetet is. Tehát ő tervez egy új kezdetet, meg akarja valósítani az álmait, és itt látható, hogy mindez kivirágzik, sikereket hoz. Ha te egy hölgy vagy, számodra is fontos a biztonság érzete, de benne vagy egy szűkös helyzetbe, de nem marad így, hiszen látható, hogy menekülsz ebből a helyzetből, lépéseket teszel felé. Sőt, itt látható, hogy lesz egy találkozás. Az a fontos, hogy kipihenjétek magatokat, legyetek még kicsit türelmesek. Itt vagy lesz egy külső befolyás, és ezáltal változik a helyzet, vagy összefogtok, és együtt találtok egy új irányt. Most van egy telefonhívásom, egy pillanat. Közben volt egy telefonhívásom. Naponta elérhető vagyok a hotline-on keresztül este 11 óráig. Ha szeretnétek kártyavetést telefonon keresztül, ez gyorsan megy. Tehát a szombati napnál tartottunk, az a fontos, hogy legyetek türelmesek, lesz egy találkozás, de lesznek külső befolyások, várjatok addig, amíg így magától kialakul minden. Az is lehet, hogy lesz egy ajánlat, vagy lesznek terveitek, amit szeretnétek a közeljövőben együtt megvalósítani. A vasárnapi nap itt látható, itt is a kelyhek vannak, tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Te ezt nem veszed észre, vagy nem akarod elfogadni, lehet, hogy nem bízol benne,
de ő mindenképpen találkozni akar veled, és ahogy látható a képen, átnyújtja a kelyhet, itt is látható, tehát kimutatja az érzelmeit, és megbízhatsz benne. De ez nem egyszerű, mert ahogy látható itt ezen a képen, a kettes szám utal kettőtökre, de te úgy gondolod, hogy ő még mindig maszkot visel, és nem tudod, hogy megbízhatsz-e benne, kicsit bizonytalan vagy, ahogy a kép mutatja, de próbálj benne megbízni, mert itt ezen a képen látható, hogy tényleg valódi érzelmekkel közeledik hozzád. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!